Visszavágják a látványsportra költhető TAO támogatás maximális összegét, így idén már legfeljebb 50 milliárd forint lehet összességében az éves támogatás. Ez majdnem 50%-os csökkentést jelent például 2017-hez képest, amikor 93 milliárd forintnyi társasági adótámogatás jutott a futballnak, jégkorongnak, kézilabdának, kosárlabdának, röplabdának és a vízilabdának. Az úgynevezett kultúr-TAO megszüntetése után a sportcélú TAO támogatásokat is jelentősen csökkenti a kormány. A Magyar Közlönyben múlt héten jelent meg az a rendelet, amely szerint nem haladhatja meg az 50 milliárd forintot a 2019-20-as támogatási időszakban a látvány csapatsportok társasági adóból felajánlható támogatása. A 2011-ben bevezetett támogatási formából 2016-ban több mint 113 milliárd, de egy évvel később is jóval több mint 90 milliárd forint jutott az úgynevezett látványsportágakra. A jelentős csökkentésről szóló kormányhatározatot Orbán Viktor írta alá, pedig annak kedvenc sportága lesz az egyik vesztese. Egészen biztos például az, hogy a labdarúgásnak a keretösszege csökkenni fog, hiszen az a labdarúgás önmagában majdnem elérte az 50 milliárdot néhány évben. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy a labdarúgás az egyik vesztese lesz ennek a változtatásnak. Itt igazából az a nagy kérdés, hogy az adott sportágokon belül az egyes egyesületek között hogyan osztanak majd meg ezek az összegek. Az újra gondolt támogatási rendszerben az emberi erőforrások minisztere dönt február közepéig arról, hogy a látványsportágoknak, a futballnak, a jégkorongnak, a kézilabdának, a kosárlabdának, a röplabdának és a vízilabdának milyen arányban juthat majd a TAO-ból. Az illetékes társ államtitkárát azonban ma hiába kérdeztük erről. A adókérdésben azt javaslom, hogy a pénzügyminisztériumot keresse, hiszen a adókérdésben ők tudnak pontos választ adni önnek a módosulásra. A pénzügyminisztérium szerint különösen indokolt volt a társasági adókedvezmények felülvizsgálata, hiszen sehol máshol az EU-ban nem olyan alacsony a társasági adó, mint a 9%-os magyar. Megkerestük a hazai első osztályú foci csapatokat is. Tőlük azt szerettük volna megtudni, hogy nem veszélyezteti-e működésüket a várható forráscsökkenés. A Budapest Honvéd költségvetését valószínűleg nem fogja érinteni a változás, hiszen arról már korábban született döntés. A többi klub adásunkig nem válaszolt. A Magyar Labdarúgó Szövetség annyit közölt híradónkkal, hogy a döntés előtt volt egyeztetés a kormány és a szövetség között. A kormányhatározat indoklása szerint a támogatások felhasználásának ellenőrzését kívánják szigorítani, de nem csak a labdarúgásban. Több mint egy éve számoltunk be arról, hogy Balatonfüreden fél milliárd forint TAO támogatásból kézilabdás kollégium helyett négycsillagos wellness szálloda épült, amelyet azóta sem a fiatal sportolók használnak.